Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legdinamikusabban fejlődő városa Máté Szalka, mondta a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár szerint ezért is fontos, hogy az első települési együttműködési megállapodását itt írta alá a megyei önkormányzat. A rendezvényen elhangzott Máté Szalka gazdasági teljesítménye kiemelkedő, ez biztosíthatja a topos források hatékony lehívását. A témával kapcsolatosan kiemelték, a település ipari parkja is megtelt, így akár a terület bővítésére is pályázhatnak majd. A top forrásaira is méltán és bátran pályázhat, sőt megfordítaná a dolgot. Máté Szalka nélkül nem nagyon tudnánk megvalósítani a fejlesztési tervünkben megfogalmazott indikátorokat és célkitűzéseket, tehát nagyon is rá vagyunk szorulva a megyei önkormányzat is Máté Szalkára a fejlesztési terv végrehajtásában. És hát nagyon szerencsés helyzetben van Máté Szalka, ahogy mondtam, gyakorlatilag beteltek a kapacitások, újabb kapacitások kialakítására van szükség. De én túlmennék akár a topon is, és illetve a gazdaságfejlesztésen is, kulturális, egészségügyi, oktatási téren is nagyon fontos Máté Szalka szerepe a megyében. A Máté Szalkai polgármester kiemelte, a város nem csak a gazdaságfejlesztés érdekében működik majd együtt a megyei önkormányzattal. Többek között kommunikációs együttműködést is kötöttünk a média területén. Ilyen az, hogy a Kölcsei Televízió segítségével, szakmai segítségével, illetve anyagi segítségével, műszaki eszközökben megtestülő segítségével egy új Máté Szalka televíziót hoztunk létre, amely augusztus 1-ével működik a lakosság nagy megelégedésére. A rendezvényen elhangzott, a Kölcsei Televízió mintegy 20 millió forint értékű eszközállományt biztosít a helyi tévé működéséhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kölcsei tévé és a Máté Szalkai városi tévé olyan szakmai együttműködést kötött, amelyikben tudják racionalizálni egyrészt a kiadásokat, minőségi szolgáltatásokat, minőségi híreket tudnak eljuttatni egymásnak. De azt gondolom, hogy emellett nagyon fontos, hogy a településeknek itt a lokális tévékkel való együttműködésbe is kitárhatja a Csápjait, együttműködésbe vonhatja továbbiakban Baktalórádházát, vagy akár Csengert is. És mindenből az következik, hogy az a 100 000 ember, aki ebbe a Szabolcs-5-ös választókerületbe ér, minél több hírhez, profi hírhez jut hozzá. Az együttműködési megállapodás értelmében a közeljövőben még szorosabb partnerség lesz kulturális, egészségügyi és kommunikációs területeken is Máté Szalka és a megyei önkormányzat között.